Ugrod! A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zene és táncművészeti tagozatos növendékeinek műsora színesítette a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott központi ünnepséget. Az 1920. június 4-én Trianonban aláírt békediktátum értelmében Magyarország területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Több mint 3 millió magyar, vagyis a magyarság harmada került az új határokon kívülre. Nagyon nagy a felelőssége minden magyar nemzedéknek, főleg a döntéshozóknak. Ezt mindig át kell éreznünk, és a világban folyamatosan változások vannak, folyamatos küzdelmek, lásd a szomszédságban háborodunk, tehát kellő bölcsesség kell ahhoz, hogy ebben az űrzavaros világban megálljuk a helyünket, és meg tudjuk védeni az értékeinket, gyermekeink életét, és azt, amit a szüleink ránk hagytak. Tehát én azt hiszem, hogy Klebersberg Kuno, akit idéztem is a beszédemben, aki azt mondta, hogy háromféle magyar hazafiság létezik, a szónokló, a kesergő és az alkotó, és az alkotót, az építő a hazafiságot ajánlja mindenkinek, hogy nehéz helyzetekben is képesek legyünk célokat megfogalmazni és alkotni, létrehozni valamit a nemzet érdekében. Román István beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az országnak van, de a nemzetnek nincs határa. Rendkívül fontos, hogy abból a bajból, abból a tragédiából, ami érte a magyar nemzetet Trianonban, a lehetőségek közepette mégiscsak erőt merítsünk. Ezt csinálták Trianont követően elődeink, akik Magyarországot újra szervezték, akiknek rengeteg olyan vívmányt köszönhetünk, ami a mai napig is hatással van az életünkre. És gyakorlatilag ez az megemlékezés, amit minden éven megtartunk, ez arról szól, hogy összetartozunk, és ebből igyekszünk közösen szintén erőt meríteni. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a Magyarország jelenlegi területén belül élő, hanem a határainkon túlélő több millió magyar számára is egy rendkívül fontos üzenet. A trianoni béke vármegyénkben erőteljesen éreztette hatását. A szétszakított családok mai napig nem felejtették el ezt a tragédiát. Nálunk ott a Beregben, ahol én születtem, ott van egy olyan mondás, hogy a családnak, a szülőföldnek és a hitnek a hármas ereje az szent és megbonthatatlan. És hogyha ebből bármelyik hiányzik is, akkor utána az emberben állandó hiányérzet küzd. Valahogy úgy érzi, hogy nem nevet rá Istennek a derűs arca. És a trianoni békediktátum következtében nagyon sok honfitársunk, nagyon sok magyar ember veszítette el, vagy a családot, vagy pedig a szülőföldjét. És nekünk az a küldetésünk, és ez a legfontosabb feladatunk, hogy a hit ereje által, és az összetartozás ereje által ezen a napon is, és az év minden napján ezt a hitet erősítsük benne, hogy azt a hiányérzetet amennyire csak lehet csökkentsük. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának emlékére a vármegyeházán lévő emléktáblánál is koszorúkat helyeztek el.